A parlamenti munkának, mint tudjátok, van a plenáris része, amit ugye mindig láthattok a parlamenti épületéből, de van egy másik része is, a bizottsággyűlés, ahol meghallgatásokat és hát egyéb szakmai dolgokat szoktunk csinálni. A mai napon is egy ilyenen vettem részt, ahol dr. Kandács Csabát hallgattuk meg, abból az ügyből kifolyólag, hogy ő lesz valószínűleg a Magyar Nemzeti Banknak az egyik alelnöke. Én már sok szürreális dologban vettem részt az elmúlt években, de ez az egyik kiemelkedő volt. A Csaba felolvasott egy két vagy három oldalas papírt saját magáról, amit valószínűleg megírtak neki, elmondta az ő önéletrajzát, gyakorlatilag ezt felolvasva, és többször kifejtette, hogy mennyire köszöni Orbán Viktornak, Matolcsy Györgynek, és még többeknek, hogy őt ehhez az álláshoz hozzásegítik. Ez persze még a bizottsági szavazás és hát a parlamenti szavazás előtt történt. Szóval egészen szürreális volt, természetesen kérdéseket is tehettünk föl neki. Én megkérdeztem, hogy nagyon sokszor váltogatja ez az úriember az állásait, hogy itt meddig kíván maradni. Megkérdeztem továbbá, hogy amikor ő volt Rogán Antalnak a pénzügyi vezetője az 5. kerületi önkormányzatban, akkor gondolta arra, hogy itten valami bűneset is történik, hiszen akkor ugye több milliárd forintos értékben adtak el lakásokat nagyon nyomott áron, illetve, hogy mint kifejtette, illetve mint felolvasta, hogy fantasztikusan jó az országnak, hiszen a vagyonok sok vagyonosodnak. Én megkérdeztem tőle, hogy mikor lesz az, amikor a magyar átlagpolgárok is mondjuk több pénzhez fognak jutni, hiszen olyan magas az euró árfolyam, hogy a magyar átlagfizetés ma, hogyha euróba számolnánk, 650 euró lenne, és megkérdeztem tőle, hogy várhatunk-e arra, hogy esetleg bármikor 1, 2, 3, 4 vagy 5 éves távlatban gondolkodnak-e abban, hogy 1000 euró lesz a magyar átlagfizetés. Hogyha azt gondoljátok, hogy kaptam érdemi választ ezekre a kérdéseimre, akkor azt rosszul gondoljátok, mint mindig, most sem kaptam választ a kérdéseimre, és mint mindig a fideszes bizottsági tagok megszavazták ezt az embert. Még döntés nincsen, hiszen Áder Jánosnak kell jóvá hagynia. Én nagyon remélem, hogy ez nem fog megtörténni. A munkát azért természetesen folytatjuk tovább. Szevasztok!